Szeretettel köszöntöm nézőinket. A Gondolkodj Szabadon című sorozatunk újabb részéhez érkeztünk. A második évad 11. része ez, és az előző 10 részben is már a bibliai régészet felfedezéseivel foglalkoztunk. A fő kérdésünk továbbra sem változott. Azt vizsgáljuk, hogy a bibliai feltárások, a bibliai leletek ismeretében megerősíthetjük-e, megszilárdíthatjuk-e azt a megértésünket, hogy a Biblia történetei, a Bibliában szereplő személyek, a Bibliának a kronológiája, az időrendje, az egy megbízható beszámoló. És az előző részek alapján én azt gondolom, hogy hűséges nézőinkben egyre szilárdabb az a meggyőződés, hogy a Biblia egy olyan szent könyv, amelyikben a történettudomány és a régészet által alátámasztható történetek, beszámolók vannak. Elkezdtük ugye ezt a második évadot Noé bárkájának úgymond kikötésétől, végig követtük egészen az ősatyák történetén át, az egyiptomi fogságig, majd az Egyiptomból való kivonulás, Mózes története, illetve az ígéret földjének, Kánaán elfoglalásának régészeti leletei. És foglalkoztunk a bírák és a királyok korával, és a babiloni fogsággal egyaránt. És azt láttuk, ahogy egyre közelebb jutunk Jézus korához, annál meggyőzőbbek, annál számosabbak a régészeti feltárások támogató eredményei. A mai alkalommal két dologgal fogunk foglalkozni, egy kisebbel és egy nagyobbal, de a kettő között, hogyha tréfásan szeretném megfogalmazni, akkor a mesés kincs lehetne az összekötő kapocs, bár ez csak egy nagyon halvány összekötő kapocs. Miről is van szó? Mindjárt nézzük az első Bibliával összefüggő leletünket. Bizonyára a legtöbb nézőnk hallott már Dáriosz kincséről, hogy olyan gazdag valaki, mint Dáriosz, és Dáriosz uralkodásáról a behisztuni felirat számol be. Ez a fogság utáni, a babiloni fogság utáni időszak egyik legjelentősebb szövegforrása, a behisztuni felirat, amelynek a jelentősége onnan adódik, hogy Dáriosz Hüsztaszpész uralkodó uralkodásának első éveihez, annak a meghatározásához ad támpontot. Óperzsa, elámi és babiloni nyelven, azaz három nyelvű szöveg és figurális ábrázolás. Ahogy a képen is láthatják, kedves nézőink, körülbelül 100 méter magasságban emelkedik egy ókori út fölé, és maga a lelet körülbelül 25 méter széles és 15 méter hosszú. A felirat 5 oszlopban meséli el Dáriosz hatalomra jutását és harcait időszámításunk előtt 519-ig. Az ábrázolások között maga az uralkodó Dáriosz is megjelenik. A felirat szövegének megfejtését a már korábbi részekből ismert Henry Rawlinsonnak, régésznek köszönhetjük, és hogyha ennek a behisztuni feliratnak az adatait összevetve a korral szóló egyéb történeti feljegyzésekkel vizsgálódunk, akkor azt találjuk, hogy Dáriosz perzsa király hatalomra kerülésének éve időszámításunk előtt 522-ben volt. Ez tehát az első régészeti lelet a mai műsorban, amivel szerettem volna kezdeni, és hogy mi az összekötő, hogy miért az összekötő kapocs a következő lelettel a mesés kincs,
Hát ezt a kérdést, ennek a kérdésnek a megválaszolását egy későbbi időpontra teszem, de még a mai napon. De mi a második témánk? A második témánk, ami a bibliai régészetnek talán a legjelentősebb lelete, amit valaha feltártak, ez pedig az úgynevezett holttengeri tekercsek. Méghozzá Qumran barlangjaiban talált holttenger melletti, a holttenger északnyugati partja közelében, a júdeai sivatagban talált Qumran ősi települése. A júdeai sivatag márga hegyei a holttenger partján 100-200 méter magasságra emelkednek a tengerszint fölé. A hegyek meredek falú, erősen erodálódott sziklái az év nagy részében teljesen csupaszok, és csak a téli hónapokban, ezek az esős hónapok, borítja felszínüket növényzet. Csekély mennyiségű az évi csapadék, körülbelül 150 mm, de ezek nagy erejű esőzésekkel, ebből következően sokszor áradásokkal, kőomlásokkal zúdulnak alá a szűk völgy hasadékokkal tagolt vidékre. Itt mutatok is egy jellemző képet, nem éppen barátságos ez a vidék, ahogyan nézőink is láthatják. Mi is történt tulajdonképpen Qumranban? Mi a története ennek a szenzációs leletnek? Az egész egy véletlennek köszönhető, amikor egy kecskepásztor, fiatal ember egy eltévedt kecske után indult keresésbe. Erre még majd visszatérünk, és az ő véletlen felfedezéseinek köszönhetően aztán 1951 és 56 között, majd 1993 és 2003 között, sőt még mindegy két évvel ezelőtt is találtak különféle értékes leleteket a holttenger barlangjaiban. A feltárások eredményei szerint Qumran legkorábbi lakói az úgynevezett vaskorban, ez körülbelül az időszámításunk előtti 8. század jelentek meg. A település több fázis után a babiloni támadás következtében elnéptelenedett, majd közel 400 évvel később a hellenizmus idején újra benépesült. A település történetének ez a fő periódusa időszámításunk szerint 68-ban a nagy római zsidó háború idején zárult le. Ekkor körülbelül 100 lakója lehetett. Ehhez az időszakhoz egy kelet-nyugati irányban, kb. 88 méter, észak-déli irányban kb. 108 méter kiterjedésű épületkomplexum kapcsolható. Az épület együttes része egy központi, nagy toronnyal megerősített épület, egy kis helyiséggel határolt központi udvar, fazekas műhely, fazekas kemencék és egy másik tágas udvar, amelyet raktárhelyiségek vesznek körül. A legjelentősebb objektum, amiket itt a képen kék színnel jelöltek, a nagy gondossággal megépített ciszternával és medencékkel tagolt vízgyűjtő rendszer volt. A településtől keletre egy nagy kiterjedésű közel 1200 síros temető is felszínre került. Sokáig az a nézet tartotta magát, hogy ez egy esszénus szektának volt a települése, mivel a település közelében több barlangból is kézirat töredék került elő, és ezeket hozta összefüggésbe az idősebb Plinius, Josephus Flavius és Philo írásaikban említésre került a júdeai sivatagban időszámításunk előtti második századtól egy sajátos zsidó életvitelt vagy liturgiát követő közösség, az esszénusok közössége.
Szóval ezeket az iratokat összefüggésbe hozta a feltárt, hozták a feltárt településsel, és azt gondolta, hogy az eszén, azt gondolták, hogy az eszénusok lehettek azok, akik a közelben, a közeli barlangokban, a Qumrani település mellett lévő barlangokban talált kéziratokat másolták. Ezt hívjuk tehát Qumran eszénus hipotézisének. Már 1990-es évek előtt is több kutató felvetette, hogy a qumrani régészeti maradványok értékelése csak akkor lehet megbízható, ha a leleteket a közelben talált tekercsektől függetlenül értelmezik. Ezért a korábbi értelmezés, az eszénus hipotézis felülvizsgálata vált szükségessé, hiszen a településen előkerült kisebb tárgyak, textil, pénzérmék, üveg, fémtárgyak vizsgálatai arra utalnak, hogy Qumran lakói vagyonosabbak voltak, és a közeli Jeruzsálem felsőbb társadalmi osztályaival kereskedelmi kapcsolatban álltak. Import üvegáru, ékszerek, díszített kozmetikai tégely, amit találtak, erről tesz bizonyságot. Aztán a másik érdekesség, hogy magában Qumranban a feltárások során egyetlen kézirat sem került elő. Valamennyi kézirat a Qumranhoz közeli barlangokból került elő. Aztán a barlangokban feltárt kéziratöregékek tartalmilag, illetve a bennük olvasható vagy tetten érhető gondolatvilág, eszmeiség tekintetében nagyon különböztek a qumrani lakosságétól, és ez nem utalna arra, hogy egy egységes eszénus ideológia hatása alatt íródtak volna ezek a tekercsek. És a település bizonyos építményei azt erősítik, hogy Qumran katonai funkciót is betölthetett, tehát nem egy eszénus vallási szektának volt úgymond a kolostor rendszere. Aztán a legújabb feltárások, Yitzhak Magen vagy Yuval Peleg feltárásai 1993 és 2003 között tükrében úgy látszik, hogy az eszénus hipotézis az teljes mértékben megdőlni látszik. A modernkori kutatások eredményei azt mutatják, hogy Qumran eredetileg része lehetett a hasmóneusok idején kiépített júdeai erődrendszernek, később azonban egyfajta kereskedelmi központ és fazekas központ vagy edény manufaktúra, edénygyár lehetett. A hasmóneus uralkodók bukása után, ugye időszámításunk előtt, amikor a rómaiak provinciává tették Júdeát, nem volt többé szükség a qumrani erődre. A település hamarosan fazekas teleppé vált, köszönhetően rendkívül jól megépített vízgyűjtő rendszerének és az időnként özönvízszerűen lezúduló esőnek, amely a helybeli agyag finomítását, iszapolását tette lehetővé. Hát ez a holtengeri tekercsek, illetve Qumran és a barlangok háttér információ, szabad így mondanom, de nézzük akkor meg közelebbről a holtengeri tekercsek történetét. A már említett pásztorfiú név szerint Mohamed Ed-Dib 1947. márciusában találta meg az első agyagkorsóba rejtett tekercseket az egyik holtenger melletti barlangban. Ugye nagyon száraz a levegő, sivatagi levegő van, kevés a nedvesség, és mindez száraz cserépedényben szinte légmentesen lezárva, mint egy konzerválta ezeket a pergamen tekercseket, illetve papírusz iratokat, ha szabad így fogalmazni. Véletlenül talált kincseit hazavitte a beduin táborba, és amikor kinyitották a tekercset, az írás ismeretlen volt, nem tudtak vele mit kezdeni. Úgyhogy a történet nagyon érdekesen folytatódik. Egy Betlehemben dolgozó cipészhez vitték a leleteket,
És ez a cipész a Jóisten útjai, amikor a Biblia hitelességének alátámasztásáról van szó, ugye mondhatnánk kifürkészhetetlenek, hát ez a Betleemben dolgozó cipész egyben műkincs kereskedelemmel is foglalkozott, és Kandónak hívták. Na most Kandó, a Schuster megmutatta ezeket a kéziratokat a helyi szír ortodox püspöknek, aki megvásárolta tőle ezeket a tekercseket. De ő sem tudta elolvasni a szövegeket, ezért aztán hamarosan megmutatta azokat az amerikai keletkutató intézet egy fiatal professzorának, John Trevernek. Trever már az első vizsgálatai során kimutatta a tekercsek ősiségét és óriási értékét. Szenzációs felfedezéséről fotókópiák kíséretében beszámolt felettesének, és ki volt felettese, a már több műsorban említett, ha úgy tetszik, a bibliai régészet Indiana Jones-a, William Foxwell Albright. Albright, amint megkapta a fotokópiákat és a leveleket, azonnal a postafordultával megerősítette, hogy a tekercseknek rendkívüli értéke van. Az első a tudósok által is tanulmányozott kéziat Ézsaiás próféta könyve volt. A kutatók érdeklődése Mohamed Eddib és a Beduin törzs felé fordult, igyekeztek minden tekercset, amit csak találtak a barlangokban a Beduinnak megvásárolni, azonban sok tekercs már megsemmisült, vagy Kandó, a cipész és a szír ortodox püspök révén már mások kezébe került. Csak érdekességképpen mondom, hogy az egyik ilyen felbecsületetlen tekercs Amerikába jutott el, és ott akarták értékesíteni, és az értékesítés aztán végül egy újságcikk hirdetésben is megjelent, és hát föladták apró hirdetésképpen, hogy a holtengeri tekercsek, a holtenger barlangjában talált tekercs eladó, de senki vevő nem jelentkezett rá, pedig hát az értéke nyilván azóta felbecsülhetetlenné vált, felbecsülhetetlen. Csak 1949-ben szerveződött egy régészeti expedíció Mohamed Eddib által megtalált úgynevezett egyes barlang felkutatására. Ennek a régészeti kutatásnak az érdekessége, a feltárás érdekessége, hogy ENSZ katonák védelme alatt, védelmében indult meg a feltárás. A kutatások szerint körülbelül itt 56 agyakkorsó lehetett, amely körülbelül 80 kézirat elrejtésére szolgált, ezek azonban eltűntek, és csak apró kézirat töredékek kerültek elő. Egy érdekes versenyfutás kezdődött az archeológusok, a régészek és helyi bedőnök között, hogy a közeli barlangokban kitalál előbb valamilyen agyakkorsót vagy tekercset, és el kell mondanunk, hogy az úgynevezett amatőrök, a beduinok ügyesebbek voltak, ők valamivel több barlangot találtak meg, amelyben valamilyen lelet volt, mint az archeológusok. 1951-ben megtalálták a második, 1953-ban a harmadik barlangot. A második barlangból csak néhány tekercs töredék került elő, míg az utóbbiból két résztekercs. A két résztekercs eredetileg összetartozott, 2,5 méter hosszú volt, és együtt egy kincs jegyzéket tartalmaz. Na itt ugrik be, hogy mi az összekötő kapocs Dairosz leletei és a holtengeri barlangokban talált kumráni leletek között, hát ez a kincs, vagy a vagyon, a hatalmas értékek, hiszen ezen a két résztekercsen, amit ahogy említettem, 2,5 méter hosszú volt, együtt egy kincsjegyzék volt, elrejtett kincseket nevez meg, amelyek együttesen 4630 talentum ezüstöt és aranyat tesznek ki. Egy pillanatra megálló kedves nézőink, hogy vajon ez a 4600 talentum hány kilogramm lehetett, hát inkább így mondom, hogy 200
tonna, azaz 200 ezer kilogramm arany és ezüst, hát ez Dareiosz kincsénél is talán több lehet. Itt van ez a kis humoros, ha úgy tetszik, összekötő kapocs a két lelet között. Aztán 1952 őszén a beduinok újabb tekercseket rejtő barlangokat találtak, a két szorosan egymás mellett levő üreget összenyitották, a lelet anyag így összekeveredett, titokban az éjlap leplelat kezdték meg a barlangok a 4A és a 4B kitermelését. A felszínre hozott kéziratokat eladták, a hatóságok végül katonai erővel vették birtokba a barlangot, ami Qumran kincses bányájának bizonyult. Annak ellenére, hogy a beduinok már sokat eladtak belőlük, még nagyon-nagyon sok maradt ott, csak a négyes barlangnak hívják, ugye négya vagy négyben nem tudjuk, mert a leletek összekeveredése miatt nincs értelme az A és a B megkülönböztetésnek. Körülbelül 600 tekercset rejtettek itt el, és a nehézség onnan adódik, hogy ez a 600 tekercs több mint 40 ezer darabra esett szét. 1953 és 54 folyamán egy héttagú tudós csoport kezdte el a hortengeri tekercsek összeillesztését, fordítását és vizsgátát. Olyan volt ez, mint egy óriási puzzle, mint egy kirakó játék. Sok tekercs csak évtizedekkel később vétel révén kalandos körülmények között került a kutatók kezébe. Napjainkig a Holtenger környékén sokáig csak 11, 2-3 évvel ezelőtt a 12. barlangot is megtalálták, amelyekből tekercsek kerültek elő. Az eredetileg 900 tekercs, mintegy 80 ezer darabra tört szét. Többségük sérült és hiányos, csak 11 kézirat mondható majdnem teljesnek. A tekercsek között, kedves nézőink, 200 bibliai tekercs van, ezek mellett zsidó, irodalmi és vallási szövegek, közösségi szabályok, szentírás kommentárok kerültek elő, és azt lehet mondani, hogy Eszter könyve kivételével az Ószövetség, amit a kezemben tartok, az Ószövetség valamennyi könyvével, ugye ekkora rész az Ószövetség a mai Bibliánkban, ekkora rész az Új Szövetség, az Ószövetség valamennyi könyvéből, Eszter könyve kivételével kerültek elő irat részletek a legtöbb Ézsajás könyvéből, Ézsajás könyvéből a teljes könyv, a teljes tekercs megtalálható volt, aztán Mózes könyveiből és a Zsoltárokból is több. A kéziratok többsége az időszámításunk előtti második századi, illetve első század körülre található. A legrégibb darab egy Sámuel könyve részlet az időszámításunk előtti negyedik századból. Ahogy említettem, a legjelentősebb bibliai kézirat kétség kívül az Ézsajás, úgynevezett Ézsajás A tekercs. Ez a tekercs, ha kiterítjük, 7 méter 34 centiméter hosszú pergamen, amelyen 54 oszlopba, hasába tagolva, törés nélkül olvasható Ézsajás könyvének teljes szövege, magánhangzók nélkül, azaz punktálatlanul, az időszámításunk előtti második századra keltezhető tekercs, a Biblia kritika ma is népszerű álláspontjával ellentétben egyértelműen egyetlen szerzőnek mutatja Ézsajás próféta könyvét. Gondolják el, kedves nézőink, hogy a holtengeri tekercsek megtalálásáig az ószövetségi iratok legrégibb kézirata az időszámításunk utáni 1000-re volt tehető, a Katalin kolostorban található kézirat, kódex, és ez a kézirat, az ebben található Ézsajás könyve
ugye nyilván megegyezik a mai Bibliánkban található Ézsajás könyvével, de vajon ez a Katalin kolostorban talált ezerre tehető kézirat és a Krisztus előtti második században talált Ézsajás könyve kézirat az 1200 év távolság alatt a másolások során vajon mekkora lehetett a különbség a két Ézsajás könyv között? Gondolhatják, kedves nézőink, hogy micsoda érdeklődéssel fordultak a kumráni tekercsek tanulmányozásához. Végre a kumráni tekercsek tanulmányozása eldöntheti a Biblia kritika egyik legnagyobb kérdését, a szöveghűség kérdését. Azt a kérdést, hogy vajon Ézsajás próféta által leírt szavak megmaradtak-e és átörökítődtek-e ezek sérülésmentesen, torzulásmentesen a mai korig. Azt mondta Jézus, a Szentírásban egyetlen vessző, egyetlen jóta sem vész el. Maga Isten gondoskodik arról, hogy a szöveg tökéletesen megmaradjon. Hát ez volt az egyik legnagyobb kérdés, amire a holtengeri tekercsek válaszoltak. Még mielőtt elmondanám, hogy mi a válasz, hadd mutassak meg egy másik érdekességet. A holtengeri tekercsek jelentőségét az is mutatja, hogy a Google alapítói adományokat adtak arra, hogy a holtengeri tekercseket mindenki digitális formában tanulmányozhassa, és nagy pixel felbontásban ezeket a tekercseket, közöttük a most említett Ézsajás tekercset is felvitték az internetre, mindenki számára szabadon hozzáférhető, fantasztikusan jól tanulmányozható, mert nagyítható természetesen, hogyha az egeret egy szó fölé visszük, akkor ott kinyithatunk egy szótárt, megnézhetjük, hogy az a héber vagy arámi szöveg mit jelent angolul, és akinek ehhez kedve van, indítatást érez, saját szemével győződhet meg arról, hogy a holtengeri tekercsek Ézsajás könyvében leírt Ézsajás könyve ugyanaz, mint amit ma a kezünkben tartunk. A kumráni tekercsek egyik legnagyobb jelentősége, hogy teljes mértékben végső választ adtak arra a kérdésre, hogy a Biblia szövege nem sérült, a Biblia, amit ma a kezünkben tartott, szöveg hitelesség szempontjából 100% hiteles. A holtengeri tekercsek a többi kézirat esetében is az Ószövetség szöveg hitelességét, azaz a maszoréta hagyomány megbízhatóságát igazolták. A kutatások mai állása szerint a Qumran környéki barlangokból előkerült kézirat töredékek eredetileg többféle könyvtár részei lehettek, ez magyarázza a tekercsek tartalmának korábban megmagyarázhatatlan sok színűségét, heterogenitását. Amikor a nagy római zsidó háború 66-70 eseményei a zsidók számára már a tragikus végkifejlet felé haladtak, akkor a menekülők magukkal hozták szent irataikat, és ezekben a barlangokban rejtették el. Szeretném egy-két érdekességre felhívni kedves nézőink figyelmét azzal kapcsolatban, hogy a kumráni barlangokban, ami Jézus születése előtt 400 évvel, 200 évvel ezelőttről származó tekercseket tartalmazott többek között, és nyilván, hogyha ez elrejtett tekercsek voltak, akkor ezek akár korábbról is származhattak, hiszen nemzedékről nemzedékre adták át egymásnak. Ezek nagy értéket képviseltek, nem olyan forintos, filléres dolog volt ez abban a korban, egy-egy ilyen nehéz munkával eltött tekercs, mint ma a könyvek, amelyeket könnyen nyomtathatunk. Szóval az Ézsajás próféta könyvében találhatunk a messiásról olyan kijelentéseket, amelyek az életében aztán teljes mértékben bekövetkeztek. Ézsajás próféta könyve prófétája meg többek között az, hogy kezeit és lábait
átszegezik. Ézsaiás könyve prófétája meg azt, hogy kínos halált hal, pedig nem volt bűnös, bűntelenül ítélik el. Ézsaiás próféta könyve mondja azt, hogy a mi bűneinkért volt rajta vereség. Aztán Dániel könyve szintén a holtengeri tekercsek között található Dániel könyvének lelete is. Dániel könyve pontosan megjövendölte annak az idejét, hogy a messiás mikor lép fel, pontosan megjövendölte, hogy 3,5 év után, munkálkodásának 3,5 éve után ki fogják végezni, méghozzá kínos halált hal, és senkire sem lesz, és megjövendölte azt, hogy a keresztre feszítése után a jeruzsálemi templomot egy következő fejedelem hadserege el fogja pusztítani. Ezek a proféciák ott voltak a holtengeri barlangokban Jézus születése előtt 200 évvel. Kedves nézőink, micsoda hatalmas tanúságtétel arról, hogy a Biblia proféciáit nem utólag írták le. Ez a könyv, ahogy Pascal mondja, a matematikus és fizikus, a hatalmas tudós és profécia kutató, ez a könyv, ahogy mondja Pascal, minden más szent könyvtől különbözik abban, hogy olyan proféciák vannak benne, olyan jövendőlések vannak benne, amit minden ember ellenőrizhet, összevetheti, hogy vajon amit kinyilatkoztatott Isten az ószövetségi proféták által, azok a jövendőlések beteljesedtek vagy sem. És pont ezek a proféciák tanúskodnak többek között arról, ezek a proféciák is, hogy a Biblia egy transzcendens, egy Istentől származó könyv, az ember felé Isten szava. Ha ez így van, hogyha ez nem emberi bölcsesség, ha ez így van, hogy ez az Isten szent lelke által íródott, Isten akar velünk kommunikálni, beszélgetni a kinyilatkoztatásán keresztül, akkor vajon nem ez a legfontosabb könyv a világon, amit érdemes megismernünk, és érdemes kialakítani álláspontunkat erről a könyvről? Sőt, én azt gondolom, hogyha valaki ezt a könyvet olvassa, akkor nem csak azt fogja tapasztalni, hogy magának a könyvnek a szerzősége isteni eredetű, hanem az olvasás által Isten munkálkodik az olvasóban. Én minden kedves nézőnek azt kívánom, hogy a Bibliához teljes bizalommal forduljon. Tegye a maga számára ismerté, döntse el önmaga, hogy vajon szent könyv-e vagy sem, és hagyja, hogy az életébe beavatkozzon és az életét megváltoztassa. Jövő héten ismét folytatjuk majd a 12. résszel, a lezáró résszel, ahol szeretném a bibliai régészet legjelentősebb és legújabb leleteit önök elé tárni. Kérem, tartsanak velem majd akkor is, viszontlátásra!